Olcsón és gyorsan szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com oldalát, és használd a bazsi kuponkódot 500% kedvezményért. Na szavaztuk, srácok, itt vagyunk egy újabb Liverpool karriermód részben, és az előző részben eléggé beindultak itt az átigazolások, két játékos is érkezett, Sterling illetve Heaton, úgyhogy erősödött a csapatunk egy kicsit, illetve hát mondtátok, hogy igazából eladhatjuk Coutinho-t, úgyhogy ha valami értelmes átigazolási ajánlat érkezik érte, akkor én szívesen megválok tőle, úgymond, és majd pótoljuk valami hasonló képességű játékossal. Nézzük is igazából, hogy hol van nekünk ez a Coutinho fiú. Na, nagyon elbújt, és van is ajánlat, és már ki is tettem, jó. Hát azért mondjuk ilyen 67 millióért nem adom el. Jó van, várjuk ki a dolgokat szépen, aztán ennyi igazából. Viszont ma fontos meccseink lesznek, ugyanis elődöntőt játszunk a Liga Kupában a Leicester ellen. Még az elvileg kettő meccset, ha jól tudom, így is van. Illetve fogunk játszani a City ellen hazai pályán egy bajnokit, ami meg hát megint csak nem lesz könnyű egyáltalán, úgyhogy én amondó vagyok, hogy kezdjünk is bele az első kupa meccsünkbe, és próbáljuk meg egy meccs alatt úgymond kijutni a kupából a Leicestert. És kezdődik is a mérkőzés, King Power Stadium. Nem egy olyan hihetetlen erős ez a Leicester elvileg, de sose könnyű. Az jó volt viszont, csak mondd, hogy les. Kapufa, akkor nem volt les, jó van. Ó, az gyönyörű labda, Wijnaldum, ez se volt les. És a lövés, Schmeichel. Jó, Coutinho. Coutinho. Ott a gól. Schmeichel lábai alatt. Vagy között. Mindjárt meglátjuk. Nem volt csúnya. Az a lényeg, ha bár mondjuk érdekes, hogy ez így bement, de bement. Bevédte a kapus lényegében. Nagyon jó. Hát jó van ez. Befért ott a lába közt. Sterling. Coutinho, a szép labdaszerzés. Firmino. Így, nagyon jó helyről jöhet a szabadrugás. Ott a Salah, full üres. Ne menj el, ne menj el, ne menj el. Gyere, azaz. Hoppá, 2-0. Hol volt a védelem, azt ne kérdezzétek. Mohamed Salah viszont gólt szerzett, ami mostanában nálunk ritkaság. De hát most itt ki az a hülye, aki nem passzolta volna ezt oda neki le? Ez meg egyértelmű, hogy be kell menjen. 2-0. Nagy hiba a védelemben. Ó, Musa. Nagyon jó volt Matip. Nagyon jó. Ezen a liverpooli betonfalon nem lesz könnyű átjutni senkinek, nagyon. 2-0 fél időben, jobbak vagyunk. És Salah meghálálta a bizalmunkat. Azt hiszem egy gól és egy gólt passz eddig. Egy gól az biztos. Úgyhogy, ha így folytatja, akkor lehet, hogy mégis jóba leszünk. Az nagyon szép. Úristen. Mondjuk ez a befejezés, az nem tudom, hogy mi volt. Ó, az nagyon szép. És ott a harmadik begurult, jó van. 3-0, hát én amondó vagyok, hogy itt igazából a visszavágót már akár szimulálhatjuk is. Meglátjuk, hogy fog kinézni a csapat azon a meccsen, és akkor lehet, hogy gyorsba letoljuk azt. Hát ez megint csak Salah-tól indult ki, egyértelmű man of the match szerintem a pali. Ma tényleg, nem tudom, valami gumibogyó szörpöt ihatott, hogy így beindult, de ma nagyon beindult. 2 perc a hosszabbítás, és itt a mérkőzés vége. 3-0 idegenben a Leicester ellen, sose rossz igazából, úgyhogy én amondó vagyok, hogy már tovább jutottunk a döntőbe, és már csak az a kérdés, hogy ki lett a meccsembere. Coutinho, ő se volt rossz. Egy gól és 2 assziszt, jó. Salah viszont egy gól és 1 assziszt. Egyáltalán nem rossz. Presszkonferenciát, motiváljuk a csapatot, és kezdjünk bele igazából a City elleni mérkőzésünkbe. Szerintem ugyanezzel a csapattal, mint a Leicester ellen, mert eléggé jól játszottak a srácok, Szaúd-Arábia pedig nem érdekel, köszi, hello. Úgyhogy nyomjuk. City amúgy nagyon szarul áll.
Hú, 17-ek, akkor nagyon szarul állnak. Hát akkor ez egy kötelező győzelem lenne. Coutinho a játékos, akire figyelni kell elvileg ezen a mérkőzésen. Van benne valami igazság, én úgy gondolom. Az mondjuk elég érdekes, hogy a City ilyen brutális nevekkel a 17-dik, mondjuk ez a Faupala, ezt pont nem tudom ki, de ettől függetlenül a többiek azok mind nagy nevek szerintem. Faupala beadja, mekkora védés! Valamit elrontottak a szimulációba itt a játékba elég keményen. Ez a City, ez biztos, hogy nem lenne 17-dik, az 100%. Coutinho nagyon gyors, és Ederson. Petröcse 2.0 ezzel a szép kis fejvédővel. Coutinho nagyon jó, Coutinho-t nem fogom szerintem amúgy eladni, óriási játékos, nagyon fontos a csapatnak. Coutinho nagyon jó. Ederson, azt viszont be kell lőni, Raheem Sterling az előző csapata ellen. Na most az van, hogy nem tudom, hogy hogy kell csinálni ezt a... Sorry, de bebasztam gólörömöt. Minden esetre gólt lőttünk, és ez a lényeg. Na nézzük azt most, hogy Sterling éppen a City-től igazolt hozzánk. Ez szerintem bárki belőtte volna. Úgyhogy ennyi. 1-0. Ami elég jó. Jó, itt az első félidő véges, srácok. 1-0-ra megyünk. Ez azért már nehezebb meccs, mint a Leicester ellen volt. De a lényeg, hogy vezetünk, és szerintem amúgy jobbak is vagyunk, mint a City. Úgyhogy megérdemelt a vezetés, már csak meg kéne tartani az előnyünket. Hey Sterling! Hát ez... Úgy volt easy, ahogy volt. 2-0 Raheem Sterling. Bekapcsolta a rakétákat itt a... Volt csapata a City ellen. Nem játszik rosszul a fiú. Az a helyzet. Coutinho. Hopp, egy védő. Hopp, még egy védő. Hopp, egy Firmino. Hopp, egy harmadik gól. Gyerekek, ennyi. Erről van itt szó. Hát, szegény City megvan, hogy miért 17-dik. Az elején még csodálkoztam amúgy, de ilyen védekezés mellett nem kellene nagyon csodálkozni, hogy 17-ek. John Stones, ez így megindult szélső támadónak. Ajjaj, Tom Heaton. Mondjuk ezek a lövések ettől a Faupala, vagy Fópala, vagy fogalmam nincsen, hogy kitől. Elég gyengék. Jó, itt a mérkőzés vége, srácok. 3-0 lett ugyanúgy, mint a Leicester ellen. Ez egy kicsit nagyobb meglepetés, ha bár mondjuk voltak rendesen helyzetei a Citynek, mint például itt, úgyhogy kihasználhatták volna ők is. Mi viszont kihasználtuk a helyzeteinket, és lőttünk is 3 gólt. Tudom, hogy ti nem annyira szeretitek a szimulációkat, srácok, meg hogy mostanában elég sokat szimulálunk, viszont ezt se fogadjuk el, ezt az ajánlatot. Viszont én úgy gondolom, hogy semmi értelme nincsen annak, hogy lejátsszuk a Leicester elleni hazai meccset, úgyhogy idegenbe 3-0-ra vertük őket, ugyanis még akár kikaphatunk 4-1-re is, és akkor, hát mondjuk, akkor pont nem jutunk már tovább. Na mindegy, de biztos, hogy nem lesz ilyen, úgyhogy 99,9%, hogy tovább fogunk jutni. Mellesleg friss lesz a csapat elég szépen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy semmi probléma nem lehet ezzel, hogyha leszimuláljuk a meccset. Én ezt elfogadom, mert nem érdeke, de amúgy a csávó lehet nem fogja elfogadni, mert egy pár ajánlatot elutasított már. Minden esetre jöhetne már a mérkőzés, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy tovább jutunk-e. Flanagan pedig nem megy sehova. Real Madrid 66 millió. Hanyagoljuk. Meg ezt is. Azt akkor most már végre kezdjünk már bele a mérkőzésbe, mert így megy el a legtöbb idő igazából. Majd az edzést utána megcsináljuk szépen. Jöhet az elődöntő második felvonása az Anfield-en. 3-0-ás előnyből. Hát, hogyha innen kikapunk, vagy nem jutunk tovább, akkor abba hagyom a sorozatot, vagy nem tudom. De tényleg, úgyhogy teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy innen már nem fogunk kiesni, meg lesz a döntő,
így meg biztos, van 4-0-ás az előnyünk, úgyhogy arra kell majd koncentrálni. Coutinho pedig kiadott egy büntetőt, nekem meg elmegy a hangom. Ezt nagyon utálom, hogyha megy el a hangom. Coutinho lőtt még egyet, kaptunk is egyet, csak hogy legyen valami kis öröme. A Leicesternek összességében viszont 5-1-es összesítéssel jutottunk tovább, ami sose rossz, megmondom őszintén. Na nézzük az edzést, Watford ellen fogunk játszani majd a következő részben. Az FA Kupa negyedik fordulójában azt lejátszuk, mert az idegenbeli meccs, és ki tudja, hogy mi lenne a szimulálásnál. Most pedig akkor megnézzük, hogy mi lesz a következő epizódban. Nagyjából, mert nem mindig az van, amit mondok. Na figyeljé. Huddersfield és egy jó kis Spurs. Jól van. Ez teljes mértékben korrekt, viszont srácok, mára ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és örültök, hogy elég jól sikerült teljesítsünk, Vidal pedig a PSG-be igazolt, úgyhogy én ezzel búcsúzok, hogyha tetszett, és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, találkozunk hamarosan egy újabb részben, szevasztok!